Ha baleset történik, mentőt hívnak. A mentősök ellátják a sérülést, és ha kell, bevisznek a kórházba. És mi történt a kezeddel? Elestél? Igen? Megnézhetjük? Először én nem. Ez nem fáj, ugye? Ezt nem ütötted meg. Nőzz rá az ujjamra. Jó, alátámasztod ott a karját? Meg vagyunk, mehet. Tudom húzni. Úgynevezett háromszög kendővel fogjuk rögzíteni a kezedet. Előre dőlünk egy kicsit. Gyere, dőlj előre. Úgy. Nagyszerű. Jó, ezt neked adom. Eléred? Sinézzem. Egyen el. Ezt meg kell röntgenezni. Elmegyünk a rendelőbe. Jó napot! A kórházban az orvos megvizsgálja, nyomkodja és mozgatja Zsófi kezét. Mi történt, Zsófi? A tornahullán elesett és ráesett a kezére, és fáj neki. És melyik oldalt kötötted, meg melyik kezedet? A jobb oldalt. Na mutasd kérlek szépen a kezed. Gyere, húzzuk föl. Itt fáj. Igen? Jó. És ha így mozgatom, ez fáj. Jó, arra kérlek, ezt is felhúzzuk, csinálj légy szíves így mind a két kezeddel. Most csinálj így a kezeddel. Most így tedd így magad mellé, és így tenyérrel fölfele, és így most lefelé. Nagyon jó. Itt van a két ujjam. Szorítsd meg jó erősen. Jaj! Új, annyira ne is! Jó van, ügyes vagy. Most csinálj ilyen kis gyűrűt így az ujjaddal. A gyűrűs ujjadhoz, ehhez, ez a gyűrűs. Ne engedd, hogy én kihúzzam az ujjam. Jó van, nagyon jó. Válad nem fáj? Könyököd nem fáj? Gyere, álljál föl, légy szíves. Jó, emeld föl így a karod. Nagyon jó, leengedheted. Jó, köszönöm szépen, leülhetsz. Jobb csuklója sérült. Két irányú. Jobb oldalú csukló felvétel. Jó napot! Az orvos röntgenre küldi Zsófit, ahol fényképet csinálnak a kezéről. Jó, csak lefényképezzük a kezed. Jó, nem fogsz érezni semmit. Teljesen fájdalommentes vizsgálat lesz, jó? Jó, ez fáj, ez a jobb kezed? És mi történt vele? Elestél, megütötted? A röntgenezés közben apa az ajtó előtt várja, hogy Zsófi végezzen. Ez nagyon rövid ideig tart. Na, éreztél valamit? Nem fájt, ugye? Na, hát ez ilyen egyszerű dolog ám. Jó, most így feldén tartod. Ó, nagyon ügyes vagy. Jó, így maradjál. Na, ennyi volt az egész. Jó, most az apa itt várt téged, szépen vissza tudtok menni a sebészetre. Itt a nyillal jelzett részen látható egy kis minimális törésvonal. Ezért be kell gipszelni Zsófi kezét. A gipsz rögzíti a karját, hogy a törött csont összeforhasson. Leteszed. Én ezt lefogom. Figyelj, de mindent fogok mondani neked. Lemérem, hogy mekkora a gipszet kell neked rátenni. Jó? És ez nem fog fájni. A nővér előkészíti a gipszeléshez az anyagokat. Gézdarabokat helyez Zsófi kezére, arra teszi a beáztatott gipszet, ami nedves és hideg lehet. Eligazgatja és átkötözi. Ez a gipszed. Mit szólsz hozzá? Mit fogsz hozzá? Nézd ide, jel látod.
ezzel most át fogom neked kötni. Jó, mehet. Picit emeld meg a kezedet, megemeled? Ó, de ügyi vagy. Látod? Így, mi? Odadok a kezed. Ezt légy szíves, fogd meg. Nem tudom, mert én akkor még kint voltam. Nos, Zsófikám, most majd arra azt fogod érezni, hogy egy kicsit melegszik ez a gipsz a kezeden. Jó? Várunk, és egy 10 perc múlva, itt egy picit így be, igazítjuk. Igaz, és egy 10 perc múlva jó lesz. Nem fájt, igaz? Szerinted megkötött? Hm? Megkötött? Meleg, ugye? Most egy kicsit ezt kérem. Úgy, meg tudod tartani a kis kezedet? Nagyon ügyi vagy. Ó, nem fáj. Most nyissz szét az ujjacskádat. Úgy, úgy. Nagyon ügyes vagy. Tartsd meg egy kicsit. Úgy, úgy. Hogy ne jöjjön le a géz róla. Na, csiri lettél? Hú? Igaz? Na, ennyi volt, látod? Köszönöm. És nem is fáj.